A napokban befejeződött a 12 első és 12 másodosztályú csapatot felvonultató városi teke bajnokság a Teke klubban. Az atomerőmű esett teke szakcsoportja 140 tagot számlál, a csapatok jelenleg az atomkupáért küzdenek. Az ASE teke válogatottja az MB3-as bajnokság délnyugati csoportjában szerepel, jelenleg a Dombóvár mögött a második helyen áll. A csoport a nyáron hagyományteremtő szándékkal új programot szervez. A cél a sportág népszerűsítése Pakson. Hát ezt a 2016 perc szekédést azért találtuk ki, hogy igazából felhívjuk a figyelmet erre a sportágra, mert sokan ezt csak játéknak tekintik, sokan azt hiszik, hogy játék, pedig azért, ha sok gurításszámot végzünk, akkor ez egy kemény sport, tehát eléggé kell fizikailag is, meg pszichológiai is fel kell rá készülni, koncentrációt igényel. Ugye azért találtuk ezt a 26 perc tekézést, hogy tehát bárki, aki a városban úgy érzi, most egyszer megnézheti, ha csak nézni akarja, de ki is próbálhatja egyből ezt a versenyt, mert igazából egy versenyt rendezünk ez alatt, ilyen 40 gurításos verseny van, amit bárki akár egyszer, akár többször kipróbálhat, és akkor hát megtetszik neki. Ugye egy elég egy elhanyagolt sportág, úgymond, mert nem vagyunk a reflektorfénybe, és ugye nem tűnünk annyira ki, ezért szeretnénk magunkat most megmutatni ebből a sporttal, meg ebből a versennyel. Az esemény egyik szervezője Stanóni Köröztös Lívia, aki az év sportolója lett teke sportágban Tolna megyében 2015-ben. A Balogantal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium testnevelője a diákságot szólítja meg. Most vagyunk a rajtnál, ami a szervezést illeti. Többen így összeültünk és megbeszéltük, hogy mi az, amit szeretnénk. És a cél az, hogy a kollégákat megkeres, a testnevelő városban lévő testnevelő kollégákat megkeresve, főleg középiskolás diákokat ide csábítani, de mivel 14 év az alsó korhatár, már a Szálltas iskola 8-osai is szóba jöhetnek, úgyhogy fel fogom keresni az összes kollégámat, és fogom ezt propagálni a plakáttal, és megpróbálni rábeszélni, hogy minél több diák részt tudjon venni ezen a rendezvényen. A program június 10-én pénteken reggel 8 órakor kezdődik, és az elnevezéséből adódóan 2016 percig, tehát másnap délutánig tart. Jelentkezni a teke.ase.hu honlapon lehet, vagy személyesen Fenes Lászlónál, Stanóni Köröztös Líviánál és Berkes Ferencnél lehet, valamint az alábbi elérhetőségeken.